sportosat. Híradónk vendége, ifjabb Érdi Tibor, rally versenyző. Szervusz, üdvözöllek! Szervusz, Dino, üdvözlöm a nézőket! 2012 évvégén megint megrendezték a szokásos Szilveszter rallyt, ahol ti címvédőként vettetek ezen a viadalon ismételten részt. Nem sikerült a címvédés, nem sikerült a 2011-ben elhódított kupát megvédeni és hazavinni. Időzőbb mondom, csak harmadikok lettetek. Szomorú vagy? Egy kicsi csalódottság van bennem, ugye az ember próbál maximalista lenni, hogyha már valamit csinál, akkor azt a top szinten csinálja. 2011-ben mi ezt valóban megnyertük, bár akkor nem úgy álltunk neki, hanem a versenynek, hogy mi ezt feltétlenül meg fogjuk nyerni, hanem alakult úgy, hogy megnyertük nálunknál erősebb autóknál, és akkor technikailag nem volt szabályozva az autónak a teljesítménye. Viszont 2012-re szabályozták a turbo szűkítőt, tehát a turbóban bejövő levegőmennyiségnek az átmérőjét. És hát bíztunk benne, hogy ha már egyszer szabályozzák a technikai dolgokat, akkor egy kicsit még jobban előnybe leszünk a többiekhez képest, mert az egy csak egy Skoda Octavia VRC-vel mentünk, amit kimondottan erre épített a gyár, tehát rally versenyzésre. Ennek dacára sajnos rögtön az első, két napos volt a verseny, az első nap sötétben kellett teljesíteni az egyik pályát. A második napon meg többször kellett ismételni két darab pályát, és mi az első éjszakai gyorságin a céltól levő 80 méterre lévő lassítón a rendezőség kijelentése szerint mi ezt nem szabályosan vettük, ezt a lassítót. Gyakorlatilag az előttünk lévő autó ezt a lassítót szétrombolta, tehát neki ment a gumilassítónak, és hát nem volt szabvány az a lassító, és amikor mi sötétben odaértünk, akkor nem volt számomra egyértelmű, hogy most milyen gumikat is kéne kikerülni. Ez ellen mi jó fellebeztünk, majd azt a választ kaptuk, hogy tudják, hogy ez probléma volt, a következő napra orvosolni fogják. Ugye 10 méter széles a Hungaroringnek a célegyenese, és 2 méterenként voltak a gumik kitéve, amit ki kellett kerülni. Közte se szallag, se tereptárgy, hogy egyértelmű legyen a szituáció. És ezzel védekeztek, hogy majd másnapra megoldják. De hát én próbáltam fellebezni, hogy oké, hogy holnapra megoldjátok, de hát én kaptam ezért 20 másodperc büntetést, amivel a 10. helyig estünk vissza. És hát gyakorlatilag elutasítottak, és hát úgy kellett másnap fölkelnünk, hogy rögtön 20 másodperccel, azt hiszem az első megvárt pár másodperccel, tehát 20 pár másodperc hátrányból indultunk rögtön a versenyen. De hát az előtte lévő évben mi 45 másodperccel megnyertük ezt a versenyt a második páros előtt, úgyhogy bíztam benne, hogy hát ez a hátrány még ledolgozható. De ahogy teltek a percek, másodpercek, és mentünk át egyre több gyorságin, akkor mérlegelve azt, hogy látva, hogy nem fog sikerülni az első hely, próbáltunk összpontosítani a második helyre, hisz két gyorsági után már harmadikok voltunk. Előttünk a Turi Tamás, magyar, igen, abszolút bajnok. Igen, egy magyar bajnok volt előttünk, szintén VRC-vel, egy Subaru VRC-vel, akit megközelítettünk 5 másodpercre is, és hát sajnos azért a végén nem sikerült lefaragni azt a 5 másodpercet. Az utolsó gyorságin mi elgumiztuk magunkat, egy puhább kereverékű gumiabroncsot tettünk az autóra, mint ami valóban jó lett volna. És hát így harmadikok lettünk, úgy mondom, hogy csak, mert előtte lévő évben megnyertük, de erre is büszkék vagyunk. Úgyhogy így végeztünk ezen a versenyen.
Egy kis tüske azért van a szemembe, hisz ugye szabályozták az autóknak a technikai paramétereit, viszont se én, se a Turi Tomi nem tudtunk olyan gyorsan menni, mint az előttünk végzett páros. Aki de ők szlovákok voltak. Szlovákok voltak egy széria autóval, ami önmagában nem szabad lett volna, hogy gyorsabb legyen maga az autó, mint a mi autónk, illetve Turi Tamás autója. Én ezt nem tisztem eldönteni, hogy mitől volt gyorsabb, viszont késztények vannak, hogy ahol mi 197-tel tudtunk menni, Turi Tamás 195-tel, ott a nyertes páros 220-szal. Tehát jelentős különbségek voltak. Hát ez igen, csak jelentős. És ez csak egy végsebesség, tehát ez minden egyes kigyorsításnál azért megmutatkozott, és az elég sok volt. De hát itt is volt egy műszaki átvétel, nem? Átvétel volt, de technikai végellenőrzés nem volt. Szokott ilyen lenni? De természetesen az első három. De ilyen, hogy kihagyják? Mi ezért nem versenyzünk Magyarországon, de lehet, hogyha ha technikailag tiszta lett volna, akkor csak második leszek, de ez a kis tüske azért ott maradt a szemembe. Erről a túriék tudnak? Természetesen teljesen tisztában volt mindenki avval, hogy ez így nem tiszta, de senki nem tett ellene. Pedig hát ugye az a hír járja, hogy idén már a WRC-ből is lehet a rali bajnokságban versenyezni. Tehát megint vissza lehetne jönni ide a hazai bajnokságba is. Vissza lehetne jönni. Én beszéltem versenyzőtársakkal, akik ugyanúgy külföldet választották, ahogy mi három éve. Ők kettővel ezelőtt futottak kint ugyanúgy, mint mi a világbajnokságon, és a tavaly évben itthon versenyeztek. És hát sajnos a szájuk íze az nem az volt, mint annó, pedig ők hát is WRC-vel mentek. Tehát nem érezték jól magukat itthon. Nem tudom, tehát lehet, hogy még egy évet várunk a hazajövetellel, és mégis külföldet választjuk. De megvárjátok, hogy itthon hogy fog muzsikálni az új vezetéssel a történet? Hogy igen, igen. Tehát óvatos duhajként kivártok továbbra is? Továbbra is kivárunk, nekünk az elmúlt három év az bejött. Gyakorlatilag mi töretlenül jól éreztük magunkat, ugyanúgy, mint amíg itthon versenyeztünk. Egy kicsit hiányoznak a magyar szurkolók, amiből itthon merítkeztem egy kicsit ugye ezen a Szilveszter Rallin. Most voltak megint? Természetesen nagyon-nagyon sokan voltak, nagyon jó idő volt a versenyen, és hát a szurkolók szeretete azért az hiányzik, és egy kicsit feltöltött az, hogy ők ott voltak, és jöttek, és autogram, és akkor most egy évig ebből kell akkor most megélned, ebből az élményből lesz jól, el kell most raktároznod magadban. Igen, gyakorlatilag vártam is nagyon ezt a Szilveszter Rallit, tehát ugye az ember, hogyha közeledik egy versenyhez, azért van benne egy drukk és egy bizonyítási vágy. Valahogy ezen a Szilveszter Rallin egy kicsit több volt ebbe, mint az elmúlt három évben. Csak hát megint ott maradt a tüske. Igen, ezért is várjuk meg azt, hogy az idei évben milyen újítások lesznek, milyen új szabályokat hoznak, és mennyire lesz tiszta az honi magyar rally sport. Jól tudom, hogy anno édesapád is indult a rally szakág vezetői tisztségért? Igen, volt egy megkeresés, volt egy kialakult tím, akik felkeresték édesapámat, és megkérdezték, hogy vállalná-e azt, hogy ő legyen a rally szakág vezető, hogyha egy projektet elindítanak. És édesapám nyílt volt erre a dologra. Az ő neve alatt el is kezdődött egy jelentkezés erre a kiírásra. Viszont nagyon későn keresték meg ezt, tehát egy-két héttel
a szavazás előtt, tehát ebben az időben már azért nem sok mindent tudott pluszban hozzátenni. Már le voltak osztva nagyjából a kártyák? Nagyjából le voltak osztva, igen. Egy, aki gyakorlatilag a szakágvezető lett, fölkeresett minden úgymond ismerősét és minden egyes egyesületet, hogy ő indul ebbe a választáson, és hogy segítsenek abban, hogy ő legyen, aki talán tud annyit tenni az ügyér, hogy újra ralli legyen itthon a ralli. Hát csak bízni lehet benne, hogy így lesz, nem? Én azt gondolom, hogy az irány az talán jó lesz, tehát ezekkel a VRC-kkel azért, hogyha ha jönnek vissza versenyzők, akkor talán lendületet vehet ez az ügy. Bár aki VRC-vel ment, és köztük vagyunk mi is, és lehetőségük lenne, hogy VRC-vel Magyarországon menjenek, azok elkötelezték magukat külföld irányába, ugye Spitzmüller Csaba Romániába, Turán Friciék ERC-be indulnak tovább Európa-bajnokságba, mi a világbajnokságon, és hát gyakorlatilag nem tudom, hogy a többiek hogyan döntenek. Meg ugye Bennikő már régóta régen nem versenyeztek. Már se külföldön, se itthon. Turi Tomiék vannak még, akik, hogyha úgy alakul az életük, akkor lehet, hogy VRC-znek itthon. De még bizonytalan nekik is. Még, én nem tudom, nem beszéltünk tavaly róla. Tavaly is bizonytalan volt nekik, aztán végül nem jött össze. Igen. Tehát nehéz. Meg kell várni ezt az évet, hogy hogyan alakul, és hogyha pozitívan, én úgy gondolom, hogy mindenki vevő lesz arra, hogy itthon versenyezzen tiszta lapokkal. Amit láthattak a magyar szurkolók, azzal az autóval fogsz 2013-ban is versenyezni a világbajnoki futamokon? Nem, ezt kimondottam, Magyarországra hoztuk ezt a VRC-t, ezt az Octavia VRC-t. Hogyha megyünk, akkor kint a világbajnokságon, akkor egy Subaru Impreza N15-ös versenyautó, amit Németországban novemberben kipróbáltunk. A csapat abszolút profi volt, és teljesen pozitív volt az együttműködés. Zúgó esőt is jól bírta. Igen. Tehát annyira jól sikerült a kinti verseny és a kinti légkör a csapattal, hogy kértünk is árajánlatot erre a versenyre. Úgyhogy nem elképzelhetetlen, hogy velük kezdjük el a 2013-as évet. Megvan már, hogy melyik lesz idén az első versenyed? Vagy még korai? Korai róla még beszélni. 100%-ig nem döntöttünk el, és nem fixáltuk le, hogy tényleg külföld vagy Magyarország. Inkább külföld felé hajlunk. Néztük a versenynaptárt, hogy mely az a három verseny, szintén három verseny, amit választani tudnánk időben, és programban. Nem mindegy. Portugália lenne az első verseny, ez egy murvás viadal. Németország, a jól megszokott Németország, ahol elég jól szereplünk, lenne augusztusban, és Spanyolországot szemeltük ki a harmadik versenynek, amiről a tavalyi év lecsúsztunk. Hogyha engem kérdezel, talán most úgy döntenék, hogy külföld. De minden esetre azért az biztató, hogy édesapád végül is elvállalta volna a rali szakágvezetői posztot. Tehát ez azt jelenti, hogy azért fontos nektek Magyarország. Fontos nektek az, hogy a magyar rali újra jól dübörögjön, jól menjen. Természetesen ugye mindenki a szívén viseli a magyar autósportot. Igen, csak ugye más de... évek óta csak külföldön versenyzel, de ezek szerint akkor nem tudtatok, és ez ami jó, tehát nem is akartok elszakadni a Magyarországtól. Teljesen mértékig nem határolódunk el az itthoni versenyzéstől. Attól határolódunk el, hogy ne legyen az, hogy surlódások vannak, és az ember nem érzi jól magát, és kételyek vannak. Ezek mindenból fakadnak, hogy nem azonos mérleggel néznek versenyzőket?
Az, hogy versenyzőket-e, az nem biztos. Az, hogy a technikai tisztasága meglegyen, az biztos, hogy nem. Erre gondoltam, hogy a technikára, hogy azt... Igen. X-nél így, Y-nál másképpen nézik. Igen. Legalábbis hát... Vagy nem nézik. Inkább igen, az igen. A baj, hogy nem nézik. És van arra a garancia, hogy mostantól ez korrekt lesz? Ígéretek vannak, de abból volt elég sok az előző vezetésnél is. Sajnos nem teljesültek. Remélem, hogy ennél a vezetésnél, akit megválasztottak, nem csak ígéretek lesznek, hanem betartott szavak is. Tibi, gondolom, ami most elmondtál, ezt mindenki tudja, aki versenyez, így van? Ezt mindenki objektíven látja, hogy baj van. És a többiek mégis mindezek ellenére mibe bíztak, amikor elindultak egy-egy versenyen? Mert jó, te fogtad magad, ha ez van, így működik, akkor inkább kimegy külföldre, ahol minden korrekt. Oké. De a többiek, akik elindultak? Nem volt más választásuk, vagy nem mertek nagyot lépni, és felvállalni egy ilyen dolgot. Vagy a mindegy alap. Nem tudom meghatározni azt, hogy mire számítottak. Tehát nem is beszéltetek erről, hogy versenyzőtársak úgy egymással? Én, akivel jóban vagyok és tartom a kapcsolatot, neki az édesapja pont a szakágvezető volt. Neki saját autója van, és annak tacára, hogy a szakágvezető volt, az édesapja volt a problémái. Még talán... Lehet, hogy ezért volt. Még talán jól is jött neki ez a két szituáció, de nem akarok senkit bántani. Tehát van, aki jól jött ki ebből, és jól levezette. Csak az a furcsa, hogy erről mindenki tud, és mégis minden pilóta, meg jó pár megfordult csak itt az én műsoromban, csak tavaly kb. 25-35 páros, úgy mindenki mélyen hallgat. Mindenki a fejét a homokba dugja, és próbál nem tudomást venni arról, ami valóban van, és probléma. De én úgy gondolom, hogy elhatárolódtunk ettől, és majd akkor részt veszünk ebbe, hogyha minden rendben lesz. Akkor most dolgozol, autóban most nem ülsz egyelőre, ugye? Gyakorlatilag van egy autóm, egy Mazda 323-as, amivel édesapám anno NS bajnok volt. Persze ez egy utcai kivitel, és abban most ugye, hogy esik a hó, azért formában tartjuk magunkat. Ilyenkor ilyen hegyesebb, zárt részre mentem? Igen, mindenféleképpen. És próbáljuk szinten tartani a reflexeinket. De nem kapott semmi. Nem. Tehát, de erről már tavaly beszélgettünk, hogy hiába van, hogy egy éve csak három versenyen veszel részt, tehát a formádon ez nem látszik. Biztos, hogy kell egy külföldi verseny, egy-két gyorsasági, mire az ember azért megtalálja önmagát, de pont azért ezeket a téli éjszakákat, pont azért, hogy a reflexeim szinten maradjanak, próbálom kihasználni a természet adta lehetőségeket. Akkor mivel nem döntöttétek meg, hogy mikor és hol fogsz indulni, akkor mi nem is tudod számolni vissza a napokat? Versenynaptár van, tehát a dátum azért megvan, ez a 4.-5. hó. Úgyhogy időnk még azért van erre fölkészülni, de dolgozni kell, hogy ott legyünk. Mi a cél ebben az évben? Az, hogy elinduljatok, jól menjetek, ne törjön össze az autó, és akkor ez úgy kerek, vagy vannak magasabb, merészebb? Hát a merészebb, meg magasabb elvárások azért a negyedik évben már jó lenne egy dobogós helyet elcsípni. Illetve kategórián belül, ugye? Kategórián belül természetesen. Illetve szabálymódosítások voltak külföldön is. Mégpedig az, hogy nem kell előre nevezni a bajnokságba, hogy induljál. Minden egyes futamon megszerzett pontod beleszámít az évvégi elszámolásba. Tehát akár hogyha három jó eredményt is elérünk,
netán belépnének új szponzorok, és tudnánk több helyszínen elindulni, akár még a bajnokságban. Akkor van rá mód lehetőség? Van rá mód lehetőség pontokat gyűjteni, és akár valamely helyezést elérni is. Akkor nincs az, hogy előre el kell dönteni, és le kell adni a nevezést. Igen, tehát ebben könnyített a világbajnokság szervezője, hogy nem kell előre megadni a helyszíneket, nem kell előre nevezési díjakat kifizetni, hanem mindenki értékelve van az éves bajnokságban. Illetve az idei évben van az utoljára a széria kategória, tehát a jövő évre már kifutnak ezek a, ez a kategória, és jönnek az R változatú autók, amik kimondottan versenyre vannak tervezve, úgyhogy a kinti verseny sorozatban is azért formálódnak a szabályok, és egy kételyes év lesz ott is, hogy ez az utolsó év befejezése egy korszaknak. Még széria autó. Igen, tehát befejezése egy korszaknak. Itthon még ugye nem látni, hogy tiszta lesz a történet, tehát ez egy olyan felemás év lesz, amin át kell jutni. Megint egy ilyen év. Megint egy ilyen év. De most külföld is más lesz, tehát úgyhogy meglátjuk. Ez mit jelent? Nehezebb lesz idén eredményt elérni, vagy könnyebb lesz, mert sokan már, nem tudom, már beleülhetnek az új autóba? Próbálgathatják? Igen, próbálgathatják. Nem tudom megmondani, hogy most ez könnyebb lesz, vagy nehezebb, hogy mindenki még utoljára meg akarja mutatni ebbe a kategóriába, hogy ő a legjobb, vagy már mindenki a jövőre koncentrál. Ezért mondom, hogy egy kétes év lesz, amiben lehet, hogy a zavarosban lehet halászni egy kicsit jól. De az jó kell menni, és nem szabad hibázni. Természetesen. Ez az alap, nem? A rallinak nagyjából ez az alapja. Jól kell improvizálni, és a reflexeit gyorsan kell használni az embernek. Nem szoktál számítógép előtt edzeni? Hát én nekem ez nem megy, tehát nem ugyanaz, én nem érzem ezt a dolgot. Van, aki ebből nem, olvastam, van, tanult. Aki ezzel szokott tréningezni, és állítólag neki bevált. Igen, nem is tudom, hogy lehet, hogy összeegyeztetni egy gépet egy valós szituációval. Lehet, hogy van benne valami, hisz Mihály Norbi is, ha jól tudom, ilyen szimulátorbajnok volt, és most a VTCC-ben bajnok. Lehet, hogy van benne, én nekem nem megy. Milyen lesz Norbira ütött eszembe, nem akarsz váltani? Nem, köszönöm szépen, én teljesen elégedett vagyok a saját sportommal. Mindenki kérdezi ugye, hogy ha rally, akkor most a tévében ugye a Dakar fut. Igen. És hogy hát miért nem a Dakaron, és hát teljesen más világ. Nem, most elindulsz a Dakaron, 50-100 millió forint költség. Igen. Ki kell ásni magunknak a WC-t. És mi történik akkor, most végigmentél, és teszem fel, 12. helyen érsz célba. Mi fog itthon történni? Semmi. Tehát, egy támogató nem fog jelentkezni, hogy... Az embernek lesz egy élménye, egy örök lesz való élménye, de sok megpróbáltatás. Tehát le a kalappal, aki végigcsinálja. De ennyi. Mi hol van akkor? Hát neked most pihenés, töltődés, gondolkodás. Gondolom, megy a sakkozás, hogy mi legyen, hová. Természetesen, nevezte, a háttérmunka, amit az emberek nem látnak. Bízunk benne, hogy sikerül jó döntést hozni, és egy jó éved lesz 2013-ban is. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm szépen. Szerbusztok. További sportosat. A Dinosport híradót támogatja a Nemzeti Sport. A helyet